önálló ügyintézői térrel is bővült a foglalkoztatási osztály új irodája Ibrányban. Az épületrészt a város önkormányzata biztosította a megyei kormányhivatal számára. Az ünnepélyes átadón elhangzott, ezzel a fejlesztéssel a járási központként is működő Ibrány a térségből érkező ügyfelek számára tette elérhetőbbé a munkaerőpiaci szolgáltatást. Maga a megközelíthetősége is jobb, több parkoló áll rendelkezésre, illetve az egy régi önkormányzati épület volt, és szűkösebbek voltak az irodák, illetve a várótér is. Ez már egy ügyfélbarátabb és tágasabb környezet, reményeink szerint ebbe az átmeneti időszakban meg fog felelni a lakosság igényeit, ki fogja szolgálni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csökkent a munkanélküliségi ráta, az országos átlaghoz közelít. Az ibrányi járásban ez az arány magasabb, 7-8% körül mozog, 2010-ben azonban a 20%-ot is meghaladta a mutató. Évről évre kevesebb ügyféllel, viszont az látszik, hogy szükség van arra, hogy ez működjön, illetve hát, hogy a közfoglalkoztatás minden éven február végén jár le, és március 1-ével kezdődik az új időszak. Ez is mindig egy mozgalmas időszak a foglalkoztatási szakterületünkön, amikor is a szerződéseknek a megújítása zajlik, úgyhogy van feladat bőven, az megnyugtatólag tölt el, azt gondolom sokunkat, hogy évről évre egyre kevesebb azoknak a száma, akik álláskeresőként felkeresik ezeket az irodákat. Az átadáson elhangzott, az ibrányi járáshoz tartozó 7 településen 24 ezren élnek. A statisztikák mintegy 900 regisztrált álláskeresőt tartanak nyilván a térségben. Rajtuk kívül a munkáltatók számára is fontos a munkaerőpiaci szolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése. Itt is sokkal többen dolgoznak, mint 2010 előtt, sőt, mint 2014 előtt, úgyhogy az 1 millió munkahelyből ide is jutott néhány hely. Két héttel ezelőtt találkoztam egy vállalkozói fórumon az ibrányi vállalkozókkal, gazdákkal, cégek tulajdonosaival, és ők is igénylik azt a segítséget, például amit a koronavírus járvány ideje alatt kaptak a kormányhivataltól, pontosabban az államtól, azt a bértámogatási rendszert, amellyel meg tudták tartani az embereket. Az ünnepségen elhangzott, Ibrány vezetése a közelmúltban adott be újabb városfejlesztési pályázatot. Ennek sikeres elbírálása esetén további fejlesztések kezdődnek, többek között az állami szolgáltatások körében is.